A párharc első meccsén Debrecenben 95-88-as vereséget szenvedett a nyíregyházi együttes. A második találkozón hazai környezetben 99-64-re nyerte Kovács Tibor tanítványai. A mindent eldöntő harmadik mérkőzésen a hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet meg is nyerte 4 ponttal a Deac. A folytatásban aztán átvették a vezetést a vendégek, akik folyamatosan növelték előnyüket, végül pedig 16 pontos győzelmet aratva szerezte meg a bronzérmet a Sunshine-ikse. Amit előzetesen vártunk, nagyon kiegyensúlyozott és kiélezett mérkőzések voltak. Tudtuk erről a csapatról, hogy az utóbbi évek meghatározó csapata ebben a mezőnyben. Folyamatosan dobogon végeztek, többször a feljutásért játszottak. Most is olyan játékosok alkotják a csapat keretét a debrecenieknél, akik NB1-ába, NB1-B csoportban játszottak, meghatározó játékosok voltak. Tehát nagyon rutinos képzett csapatról lévén szó, de a mi csapatunk is felnőtt erre a szintre, és előzetesen is a terveket meghazudtolva, vagy előzetesen túlteljesítve, hogy 4 közé kerültünk, azért azokat a reményeket is tápláltuk, hogy dobogóra kerüljünk. Nagyon nehéz mérkőzés van, de hát örömünkre nekünk jött ki a lépés, és sikerült nyernünk. A Sunshine Iksének ez volt a második szezonja az NB2-ben. A tavalyi 8. helyezés után jelentős előrelépésnek számít a bronzérem megszerzése. Minden sikernek örülni kell, nagyon nagy boldogság van a csapatnál, nagyon örülünk ennek az eredménynek. A kosárlabda sportágban minden eredményt meg kell becsülnünk, én azt gondolom, és nagyon örülünk annak, hogy itt a Nyíregyházi NB1-es csapat mögött van egy ilyen NB2-es szintű csapatunk is a megyében, bár még lenne 1-2, de ennek is nagyon örülünk, hogy ez létezik. Alapvetően a tavalyi év után azt határoztuk el, hogy lépjünk előre a 8. helytől, utána evés közben jött meg az étvágy olyan formában, hogy láttuk a csapat gerincét, hogy mire képes, és én azt gondolom maximálisan kihozták a fiúk magukból azt, és így sikerült azt a tervet túl teljesíteni, amit előzetesen terveztünk. A nyíregyházi játékosok június közepéig még edzésben maradnak, majd azt követően, akik igénylik, egyéni képzéseken vehetnek részt Kovács Tibor irányításával.